Az oroszlán király bátor Nala. Kóba Rafiki története alapján mégiscsak akar testvért, és elment játszani. Kóba játék közben elesett egy faágban, két majom pedig kinevette. Kóba felállt, és megkérdezte tőlük, hogy miért nevettek. A majmok pedig azt mondták neki, mert elestél, és nevetve elmentek. Kóba hazafelé menet, találkozott Rafikivel. Rafiki megkérdezte Kópától, hogy érdekli-e Nala gyerekkori története. Kóba pedig azt mondta, hogy igen. Rafiki megint nekilátott a mesének. Egyszer Nala ült egy sziklán, nem vette észre, hogy egy felnőtt oroszlán követi őt. Nala éppen a barátaival játszik, Szarafina pedig azt mondta Nalának, hogy menni kell. Nala pedig azt mondta Szarafinának, ne menjünk még anya, majd később jövök. Szarafina pedig azt mondta Nalának, jó ma, majd később, és Nala elment. Nala aztán megunta a játékot, és hazafelé menet, Nalát megtámadta egy Ni nevű oroszlán. Nala azt mondta neki, ne bánts, kérlek, inkább legyünk barátok. Ni azt mondta, jó, legyünk barátok. Megígérte Nalának, hogy nem bántja és hazakísérje. Útközben néhány hiénával találkoztak. Ni megvédte Nalát és elkergette a hiénákat. Kópa Rafiki története hallatán hazament és meghallgatta a reggeli jelentést.